Tok, újra itt vagyunk, vagyis Tamás is itt van. Skype-on. Reméljük nem fog semmi kompromittálót beszólni. Na, ebben a tutoriában megmutatom nektek, hogy vihetjük ki Magsból, Zébrásból a high-polyzott, kidítélezett modellünket, jelen esetben egy kardot, át Magsba, vagy egyéb másik programba, modellező programba, és ott, hogy retopózzuk. A retopó az annyit jelent, hogy lecsökkentjük a poligon számát kurva jelentősen, így játékba is be lehet majd rakni a modellt. Jó, tehát akkor itt van a modellünk, itt van a három szép darabolt része, ugye? Tök jó. Én most ezzel azt csinálom, hogy merge visible, tak. Most elgondolkodik, és ha minden igaz, egymásba rakja, itt van. Most ez egymásba lett rakva, tök jó. Megfogjuk export, és ide a Tutorials World-be, ahol én csináltam ezt a projektet, oda berakjuk mondjuk azt, hogy high poly mentés. Tamás jelenleg nem szól hozzá semmit a videóhoz, valószínűleg ő is gondolja, hogy ezt így kell. Remek! Most szépen ott a writing-ol. Tamás valamit írt. Oké. Na szóljak neki, ha vége. Úgy néz ki, hogy neki nem tetszik. Pedig nem értem miért. Na szóval, most oké, ki lett mentve, ki lett exportálva, én meg belekedek. Jó. Most innen átmegyünk Magsba. Ugye itt van a low poly verziónk. Tehát én valószínűleg ki fogok dobni a kukába, illetve meghagyom egy-két részét, de nagyjából nem fog vonzani a dolog, hogy megtartsam. Import könyvtár, max, tutoriálok, gondolkodunk, valamiért gondolkodunk, oké, sort, és high poly, mennyi nem bogár. Jó. Csupán most grupokba szedte, nem baj, import, nem tudom miért van kettő pici grup, tehát furi. Szépen betöltögetjük. Most jön a kínos csend. Oké. Egyébként általában a high poly modellt, hogyha mondjuk filmekben a high poly modellt használnak, de például ami a távolban van, az mondjuk lehet, hogy csak egy lapon van rajta. Tehát nem látok különbséget. Illetve tehát a játékokban is általában van egy low poly modell, illetve egy high poly, és néha még több load fázis is van, tehát mit tudom én, hogy 2 méterről milyennek látjuk éppen a maszkot, vagy egy fegyvert, vagy 3 méterről, vagy 10 méterről. Ugye minél távolabb megyünk a kamerával, annál kevesebb poligonból kell, hogy álljon egy dolog. Ugye annál kevésbé látjuk a dolgot. Tehát tök mindegy, mert hogyha mondjuk ki lenne 1 centiről, tehát mondjuk 1 centiről látjuk a recéket, meg a szegecseket, nem mit tudom én, mondjuk 20 méterről ez teljesen felesleges, mert úgyis csak egy egybefüggő maszatot látnánk. Ami lehet, hogy 2 poligon, vagy 3. Oké, most ez betöltötte valahova. Oké, még rá is passzol a modellünkre. Jó, nagyszerű. Hát én azt csinálom, hogy hol a low polying? Ez a low polying, oké. Unhide. Mindennek azt mondom, hogy összörű szimmetri. Jó. Nyomunk rá egy F4-et, hogy nagyjából látszódjon. Kb-ért ez így körülbelül látja a formát, kb formába van öntve, ugye ott picit nem, illetve talán még itt ugye, itt kilóg, de ott sem olyan nagyon-nagyon vészesen. Meg lehet próbálni így hagyni, de szerintem én egy kicsit maszatolok vele,
Mert ezek itt például tök felesleges poligonok. Ez itt bent végig felesleges. Oké. Természetesen, hogyha én ezt előre kifestettem volna, tehát hogy én ennek külön adtam volna egy színt, ugye, mert ez egy másik anyag, mint ami belül van, illetve mint ami kívül van, sokkal könnyebben tudnám majd megfesteni. De nagyjából lényegtelen, mert festésnél is meg tudom valósítani. Jó, oké, én azt mondom, hogy én ezt itt így... hát talán ezt nem... element... de ezt, meg ezt, én delete, dobom a kukába, mert felesleges, és ebből mennyit hagyjunk meg? Hát ugye... ott van, jó. Az ott, ott. Ott, ott. Egy kicsit jöhet meg beljebb, igen. Jó. Tehát egy milliméterre pontosan passzoljon, de azért nem árt neki. Jó. Ugye ezt már nehezebben bírja a gép, mert most megnézem, hogy hány poligonból áll. Csak 16 millió. Mi az neki? Jó, rendben van. Ezeket a poligonokat le lehet kötni. Tehát ezek itt nem fontosak, hogy itt így nézzenek ki. Le lehet kötni. Bár a normál miatt nem mindig jó dolog. De például itt nem számít, itt se számít. Ahol majd a normálon meglátszik a hiba, ott lehet javítani. Ugye, hogy visszamegyünk, átkötjük, stb. Stb. De ha esetleg olyan lesz, azt úgyis megmutatom. Jó. Az ott ugye úgy van. Aha, jó, azt ott hagyjuk. Rendben. Ennek körülbelül, ennek kész is van, tehát ennek tényleg nem kell túl spilázni. Ez így rendben van. Lehet a másikat is meg kellett volna hagyni, és belül inkább összekötögetni, de annyira nem tartom fontosnak. Jó. Tudjátok mit? Csak ezt. Oké. Jó. Talán lehet gyorsabb lesz a cuccos. Oké. Ilyen szimmetri be van lőve, ha minden igaz. Úgy. Csak az egyik oldal kell, az alja egyelőre nem. Fú, és nagyon fáj a fejem. Azt a mindenit. Igen. Tehát nem kell túlspilázni. Sőt, még ennél is le lehet egyszerűsíteni, még jóval. Így. Hát ez kijön. Kijön eddig. Ez is ott lejjebb megy. Mivel ott nincs poligon, tehát ott nincsen. Nincsen mi ott megtartsa. Ezt feljebb. Oké. Ennyi. Jó, rendben van. Ja, itt is közel kéne, hogy legyen, csak ott ugye akkor ott bele. Belemászik. Meg kell próbálni, hogy úgy jó-e, hogyha kibukik, vagy az nem tesz neki jót. Inkább legyen fölötte, én úgy gondolom. Aztán majd megnézzük. Tehát lehet, hogy ez a jó megoldás, lehet, hogy az. Sokszor egyébként volt olyan, hogy modellje válogatta, hogy melyik tetszett neki, meg melyik nem. Oké. Megint gondolkodik. Azt mondja, a procim túl kevés hozzá. Vagy a memória. Jó kérdés. De egyébként ritkán szokták így kidítélni. Tényleg csak a triplás játékokban szokták általában ennyire nagyon kidítélezni a modelleket. Tehát most egy indie fejlesztésben egyáltalán nem szükséges,
hogy így nézzen ki. Oké. Okay. Még ez se kéne ide igazán ez a kísérő vonal, de most oda raktam. Jó, oké, okay. Ezt kicsit kijebb húzom. Így. Ez kicsit mehet följebb, oké. Okay. És akkor itt is ugye kihúzzuk. Hát igen, most jön az a rész ugye, hogy itt követni kéne nagyjából az ívét ezeknek a dolgoknak, hogy ne tűnjön gagyinak a... Tehát, hogy tényleg hype-olinak tűnjön. Hát én berakok mondjuk... Na, megengeded? Meg. Három vonalat. Alt-X, ezt tanultuk, tehát nem is tudom, minek mondom. És újra elmondom, tehát hogy azért csinálom a tutoriálokat, hogy ne legyen az, hogy melóm közben, vagy délután, vagy este, vagy tökön tudja mikor, kérdezitek, hogy ezt, meg azt, hogy kell. Tehát én nagyon szívesen válaszolok, meg elmondom, de semmi értelme nincs, mert bent van a tutoriában. Azért csinálom, hogy akkor nézd meg, amikor akarod. Tehát nincs értelme nekem 25 ezer embernek újra meg újra elmagyarázni. És ez most nem bántásból mondom, meg ebben nincs semmi izé. Csak egyszerűen nincs arra időm, hogy mindenkinek külön-külön magyarázgassam a dolgokat. Aki megérti, megérti. Aki nem, az sajnálom, nőjön fel, de nem tudok mit csinálni. Tehát ez van. Ha annyi időm lenne, akkor nagyon szívesen mindenkit külön oktatgatnák ingyen, bérmentve, de sajnos annyi időm nincs. Bár egyébként ilyen korrepetálást egyszer-egyszer vállalok, de az sem mindig. Oké, ezt is lekötjük. Hát igazából ide is lehetne kötni, de a normál motor általában elcseszi a háromszögelt részeket, majd megnézzük. Megnézzük, milyen lesz. Oké. Okay. Ezért is nem szeretem, hogyha úgy kötöm le, hogy háromszögelve, mert nagyon sokszor volt már vele problémám. De majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy ez most milyen lesz. Na, de tényleg az, hogy nagyon szívesen segítek mindenkinek, ha olyan kérdése van tényleg, ami nem hangzott el a videóban, tehát ami tényleg nincs benne egyikbe se, és végignézte a tutoriálokat, és tudja, hogy nincs benne, akkor nyugodtan megkérdezheti Facebookon, a csoportban, bárhol, kommentbe, de felesleges olyan dolgokat kérdeznetek, mert csak azért kérdezitek meg, mert nem néztétek végig a videót. Tehát most akkor mit tudok csinálni? Nézzétek meg. Azt kész. Jó. Több mint valószínűleg már külön kell. Bár lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Már kiderül. Hát, hogy jó lesz így is, oké. Okay. Jó, hát igen, nagyjából ez így passzol. Most ezeket a bemélyedéseket lehetne kezelni, de az a baj, hogyha nagyon sok háromszöget rakok bele, akkor nagyon szar lesz. Az úgy nem az igazi. De majd úgyis meglátjátok. Valószínűleg ezt majd újra kell retopózni itt-ott. Ha lesz benne olyan dolog. Itt ez mondjuk ide. Ki eddig. Tehát ez itt biztos, hogy szar lesz. Vagy hát nem. Hát, igen, volt, amikor összejött vele, volt, amikor nem. Most majd kiderül.
innen is. Oké. Igen, itt a normált, azt majd valószínűleg el fogja cseszni itt a szélén, tehát azzal majd valamit ki kell találni. Alfát rakni rá, vagy valami. Esetleg. Itt a szélén eléggé passzolnia kell, ugye. Ugye ott kilóg, meg izé. Ennek ott egészen passzolnia kéne. Nem csak ilyen kb. De majd meglátjuk. Most csak egy ilyen előcuccos. Jó, nagyjából ez itt jó. Majd kiderül. Oké, és akkor marad a vége. Mi? Ez a rész. Itt azt ide rakjuk. Oké. Bele kéne, hogy menjen alá. Eddig. Hát igen. Sokáig. Ja, mert most az ott nem látszik. Aha, hát nem sokáig. Jó, hogy eszembe jutott. Ja, mondjuk egy addig. Jó. Oké, és oké. Oké. Pass meg. Egyébként igen, lehet használni Zébrásba is, van Retopology, a Zéli Mesher ugye, ami hát vagy megcsinálja, meg van a Decimation Master, az egy plugin pakkba, hát benne van a Zébrásba, de a plugin részeknél található, nem egy teljesen beépített funkció. Mondjuk a Dynamesh, ami bent van a listában. És hát azzal is meg lehet csinálni, de az nagyon-nagyon leháromszögeli az egészet, gusztustalan, amiket tud csinálni. Ha nagyon jól beállítod, működhet. Tehát, ha szépen megcsinálod, akkor működhet. Én még nem tudtam felhasználni munkához. Persze tudom, vannak, akik használják, és nyugodtan használják. Ennyi hát. Szimetri miatt nem működnek a gyors gombok, tök jó. Nagyon tök menő, tök menő. Oké, ezt ide kihúzzuk. Így. Oda. Igen, ezt bele kéne lehúzni, oké. Hát, hogy megnézzük, hogy jó lesz-e így, vagy nem. Ugye? Backspace nyomtam simán, akkor csak a vertexet tünteti el a polygon, tehát azt a cuccot nem. Jó, hát oda megy. Még passzol is. Tök menő. Tamás, te itt vagy még? Egyedül maradtam. Jó, tehát ezt így szépen megcsináljuk. Ezt azért nem is gyorsítom fel, hogy lássátok a folyamatot. Hogy ne legyen az, hogy most mit csináltál, mit nyomtál. De tényleg nyugodtan kérdezzetek, ha van olyan, amit ebben nem csinálok. Tehát, hogyha van olyan tutoriál, amiben nem csináltam valamit, és azt kellene, nyugodtan kérdezzétek meg. Úgy is el fogom mondani, hogyha arról van szó, meg a csoportban, hogyha megírjátok, biztos lesz olyan, aki válaszol. Mindenki volt kezdő. Oké, akkor ezt elvisszük ide. Hát azt ott ugye egybe rakjuk. Hát igen, ott is nagyon szar lesz majd, tehát inkább nem rakjuk egybe. Inkább ott legyen egy sor. Most annyira úgy se számít, hogy mennyi poligomból oldom meg, mert tök lényegtelen. Nincs megszabva. Mondjuk az a legjobb, amikor azt mondják, hogy szépen megmodellezed minden, és akkor mondják, hogy jó, hát akkor legyen
háromszor kevesebb poligonból Edge. Már esetem, hogy minek poligonozunk, hogyha úgyis Edge-be számolunk, vagy háromszor beszámolunk, tehát akkor minek poligonozni? Annyira a hülyeség, tehát így. Tudom, suliba is megtanultuk, hogy poligonba számolunk, de ha valami van, akkor az egy háromszög. Ha neked azt mondják, hogy 30 poligon, akkor az háromszögnek számít. És oké, persze, jó, ez itt tök jó hangzik, de annyira hülyeség, tehát ez teljesen értelmetlen. Jó, ezt inkább itt húzom. Na. Teljesen jó. Nem, ezt inkább ide húzom. Érdemes nagyjából azért követni a formát ugye a low polyval, mégpedig azért, hogy a festésnél ne legyen túl nagy gondunk. Körülbelül az UV-t, ha lehet, hát ki lehet vágni ugye úgy is, hogy ugye minden résznél külön, hogy könnyebb legyen festeni, tök nem tudja, de én azt annyira nem ajánlom. Tehát ha egybe ki tudod vágni, akkor szépen meg tudod majd festeni utána. Persze van olyan, hogy külön kell festegetni a dolgokat, mert van olyan, de mondjuk egy ilyen feladatnál, ha így csináltam meg, hogy én, hogy egybe van az egész, akkor én nem vagdosnám szét. Mert például mondjuk van egy szobor, vagy valami, és ott úgy van megcsinálva a dolog, akkor természetesen szépen kivágom minden, és úgy festem oda a dolgokat, de külön-külön festem, de így teljesen felesleges szerintem. Hát ez így körülbelül így van. Ez ide megy. Oké, backspace. Ez kijön. Target weld. 1-es backspace, oké. Tök jó, mondják kész az egész letopó. Persze meg kell nézni, hogy normál után jó lesz-e, stb. Na lehet nem is sokok rá normál napot, majd kiderül. Majd azt még meglátjuk. Jó. Így meg kicsit beljebb, és így lefelé. A derékszögeknél a normál az, ami mindig kurva anyát, hogy a másikat jelölöd ki. Hát a derékszögeknél a normál az általában elcsesződik mindig, azt javítani kell, így vagy úgy vagy amúgy. Annyira nem szeretem egyébként, nem szeretek normálozni, annyira idegesítő, amikor hibás, és akkor megtalálni a hibát, kijavítani, ez. Jó, rendben. Ezt lehúzzuk. Oké. Nagyszerű. Ezt is itt hozzá. Oké, kicsire, oké. Behúztam, úgy néz ki. Valahogy így, hogy meglegyen, hogy látszódjon, hogy vastag. Jó. Na, melyik oldalon már itt van? Mit vagyunk eddig? Igen. Csak kihúzzuk. Mennyit csinálom? Fél órája, tök jó. Oké. Jó. Jó, pedig ide. Így. Ezt kihúzzuk.
ide rakjuk. Te pedig oda. Hát igen, ez itt majd. Hát nem. Nem lehet, hogy meg valószínűleg jó lesz. Majd kiderül. Jó, ezt még ugye itt le kell kötni. Pini. Azt még ott be kell fejezni. A gombokat azért nem raktam ki egyébként, mert idegesít, hogy akkor 8-szor kell megnyomjam egy gombot, hogy szép legyen, vagy hogy működjön, meg ilyenek, úgyhogy hagytam a francba. Jó. Oké, következő teendő. Ugye nekem ez három részben van, ezért most el kéne menteni. Mentsük el. Save. Ctrl-S. Mondom, save. Jaj. Oké. Mentés. Hát akkor kétszer szoktam elmenni, hogy save az ilyen megszokást. De jó, sűrűn mentsetek, és a beállításoknál be is állíthatjátok, hogy a tehát, hogy az autoszave az ilyen 3-4 percenként legyen, és akkor tök mindegy, mivel dolgoztok, nem fog elveszni. Max ilyen 1-2 perces meló. És akkor az még belefér bőven. Jó, hát mivel ugye én most unszimmetrikusba csináltam egy-két detailt, azért most én így fogom szimmetrizni, és ezt fogom leúvézni. Úgyhogy azt csináljuk, hogy először is egy oldalt úvézok. Nem is. Mind a kettőt. Mind a kettőt. Bár az egyszerűbb lenne, hogyha csak egyet, de most legyen kettő. Lássátok, hogy működik. Belekollapsz. Hát ugye most nem fogok checkert használni, mert tök felesleges. Tehát hogy minek. Három objektnél nem térhet el olyan nagyon a textúra sűrűség, bár per mindig használj checkert. De most én itt úgy érzem, hogy felesleges. Nézzétek meg, ennyi az UV-et, ez nevetséges. Oké, okay. Berakjuk. Kicsit felszkélelgetjük. Ugye egyszerre szkélelünk, tehát az összeset szkéleljük egyszerre. Mert szerintem ez még bőven elférne. Nagyobb méretben. De korábban már talán nem. De megpróbáljuk. Hopp, hogy ne. Sima ügy. Sima ügy. És hogyha még ezt kéreljük. Ugye? Nem. Mindig próbáljátok kihasználni a rendelkezésre álló teret, igazából ez a legfontosabb. Még ezen is rengeteg hely van. Ez már egy fokkal jobb. Még talán... Vagy ezt ide fog beférni, tehát így nem fér. Hát talán így nem fér. Tehát így sehova. Sehova nem fér, úgyhogy így hagyjuk. Jó lesz így. Ez így jó. Oké. Kollapsz. Tu! És most ugrik a majom a vízbe. Nyomunk rá egy autosmoothot. Jó, hát igen, ott van benne egy erős él. Miért olyan erős? Ez az valamit kéne kezdeni. Igen, azzal az valamit kéne kezdeni. Igen, csak akkor, hát, valahogy így. Meg így, és akkor, aha, hát, de akkor meg, aha. Valamit azzal kéne, most ott szerintem marha szar lesz. Ha ezt itt kitörlöm, akkor ugye az ott. Öttög lehet, öttög. Jó, mindegy, megpróbáljuk így. Na, látjátok, hogy esetleg van valami hiba. Jó, rendben. Itt vannak ilyen apróságok, ezeket javítjuk, weld. Mondom, weld.
Oké, máshol úgy tűnik jó. Itt is van hiba. Ott is van hiba. Már az nem. De, ez hiba, jó. Oké. Ebben is van még rengeteg polgon, amit ki lehetne szedni. Most nem szedem ki, mert felesleges. És nézzük meg, hogy milyen lészen a dolog. Jó. Elmentjük. Gondolkodik. Jó, rendben van. És akkor most még, hát ennyi volt a retopó rész.